sorozatunk mai 30. részén, amelyen városunk egyik legismertebb fényképészéről, fotóriporteréről, Babos Jánosról emlékezünk meg. Az ő saját családi fényképalbuma és felesége Németh Éva és lánya Babos Petra segítségével. Szeretettel köszöntöm őket is. És tisztelettel köszöntöm körünkben dr. Kovács Zoltán országgyűlési képviselő urat, akinek állítólag szeretne valamit hozzáfűzni Babos család történetéhez, és mivel a végén nem tud itt maradni, nem tudom, felkérhetjük-e, hogy kezdjük akkor az ön hozzászólásával. Köszönjük. Előtte még szeretnék csak pár gondolatot mondani, ha megengedik. Idézném Babos János szavait. Gyerekkori álmomat valósítottam meg, amikor a gimnázium elvégzése után fényképész lettem. Szerencsére ez így lett, mindannyiunk a város örömére, és én is nagyon örülök ennek, számomra is egy nagyon kedves és fontos dolog, mivel munkám során számtalanszor szembe találkozom az ő képeivel. Én nevezném is őt egyfajta krónikásnak, aki ugyan nem papírral is tollal a kezében, de fényképezőgéppel örökítette meg városunk több évtizedét, annak minden pillanatát. Városunk fotótára is több mint 3000 képét őrzi, amelyet bárki, önök is megtekinthetnek könyvtárunk honlapján. És akkor mielőtt Éva és Petra elkezdene mesélni nekünk történeteket, és mutatni fényképeket Babos Jánosról, ha lehet róla szó, akkor tisztelettel kérném egy rövid történetre, képviselő úr. Jó napot kívánok, szervusztok, hiszen a itt jelenlévőkkel, legtöbbükkel ilyen viszonyban vagyok. Ilyenkor megkérdezik tőlem, hogy szeretnék-e valami köszöntőt mondani az elején, akkor azt mondom, hogy nem szeretnék, mert az emberek unják a sok beszédet, és igazából egy fotóriportert a képei, meg a családtagjai általi emlékek emelnek nagyjá a szemünkben. De mégis azt gondoltam, miután az Éva megkért, hogy mondjak néhány szót, hogy illendő, hiszen mi több évtizedet dolgoztunk együtt. Én a másik felén voltam vele. Visszamenve egy kicsit az időben, talán nem is kicsit, én tűrös diák voltam, és természetesen abban az időben mindig a Petőfis lányok tetszettek nekünk. És a Petőfis lányok között volt egy Németh Éva nevű nagyon szép lány, aki a Dorinai Zsuzsával ugye a tűrös fiúk álma volt, és aztán, ahogy ment előre az idő, megjelent az egyik utolsó pápai magány, úgy hívták, hogy Babos János, és onnantól tudtuk, mi erről lemaradtunk. És hát eltelt jó néhány esztendő, és amikor engem a helyi polgárok polgármester címmel tiszteltek meg, akkor ugye volt a pápai újság, és jó néhány egyéb kiadvány, amiben a János volt a fotóriporter, és hát nagyon sok eseményen együtt voltunk, találkoztunk, és mindig a jellegzetes kacsintással üdvözölt, hogyha kicsit messzebb is volt, és az ember mindjárt jó kedve lett, és a képen nem mereven, hanem egy kicsit vidámabban próbált szerepelni. Aztán voltak nehéz pillanatok is a kettőnk életében, amikor kampányfotót csinált, és beállított képeket kell csinálni, na ez volt a halálom, és akkor tarts feljebb a fejed, nézzél balra, és 6 nyakkendőt vittem, 5 zakót, és készültek ezek a fotók, mert akkor még ez így ment. De ebbe is mindig volt valami kedves, hogy feloldott az én feszültségemet, meg a merevségemet, hogy egy fotózáshoz odaáll az ember. Ráadásul még nem is vagyok különösebben fotogén, és mondtam, hogy biztos tudsz te majd segíteni később fotósokkal, aztán korábban retusálással. Ugye, hát sok minden van már a digitalizációval, de azt kell mondjam, hogy megmaradt a hagyományos világnál a fotózást illetően, és talán ez így volt jó. És talán még egy emléket, ami nem a fotózáshoz kötődik, hanem a motorozáshoz. Ugye nagy motoros volt, és nekem is volt osztálytársam, aki szintén motorozott, és időnként kint voltam a versenyeken, és azt lehetett tudni, hogy a János
Ha befejezi a versenyt, akkor nyer. Ha nem fejezi be, az azért van, mert széthajtotta a motort. Tehát félelmet nem ismerő, tehát ahol más fékezett, ő ott gázt adott. Tehát ilyen volt ez a világ. És hát ugye az életútjáról majd nyilván a családok beszélnek a személyes élményeik alapján. Én ezen rövid köszöntővel néhány benyomást szerettem volna felvillantani önöknek a mi kettőnk munkájából, életéből, és nagyon hiányzik. Zoli, köszönjük szépen a megemlékezést, és a teljesség igénye nélkül néhány képre bukkantunk most a válogatás során, ezen kivétel nélkül te szerepelsz, hol Habsburgokkal, saját magad, hol más hírességekkel, úgyhogy szeretettel neked nem biztos, hogy ezek megvannak. De ez a teljesség, ami most a kezünkbe bukkant. Nagyon, nagyon szépen köszönöm. Gyűltek, én is sok szeretettel köszöntöm Önöket. Nagyon örülök, hogy ennyien eljöttek. Nem is reméltük, hogy így megtelik a könyvtár olvasóterme. És külön köszönöm azoknak, akik személyesen is ismerték Olyancsit, illetve jó barátságban voltak velük. Öröm látni őket. Nagyon örülök a volt kollégáimnak, jelenlegi kollégáimnak, szomszédoknak és mindenkinek, aki a mai napon itt lesz. Petrával ketten szeretnénk megosztani Önökkel az emlékeinket, illetve bemutatni a családi fotóalbumot, ami egy picit persze nem csak fotóalbum lesz, hiszen videó részlet is került bele, de mivel készült ilyen is, gondoltunk, hogy egy-egy percet ebből is belecsempészünk. Ha megengeditek, akkor én leülök és úgy mesélek, mert úgy gondoltam, hogy legyen ez egy olyan műsor, hogy csak ülök és mesélek, úgyhogy mindenki helyezkedjen el kényelmesen a körülményekhez képest a székén, és kezdődjön a vetítés. Hát kezdjük mindjárt az első kép után a kisgyermekkorával. Jancsi 1943. március 16-án reggel 9 órakor született az édesanyjának az ima könyve szerint. Pápán született, tehát tőzsgyökeres pápai. Édesanyja Németh Irén, ebben a családban mindenki német, a felesége is, az édesanyja is. Édesanyja Németh Irén, ő fogja a kis 6 hónapos Jancsikát. Jobbra tőle pedig édesapja, idősebb Babos János látható, aki a város jó nevű gumijavítója volt, a Csöpi nevű kutyájukkal a kezében. A középen pedig a kis Jancsika mosolyog. Jancsinak gondtalan gyermekkora volt. Szeretném elmondani, hogy volt két testvére, hiszen édesanyjának volt egy előző házassága, volt két nővére, de nővérei 10-12 évvel idősebbek voltak nála, úgyhogy mire ő felnőtt, ők már szinte saját családot alapítottak. Úgyhogy így inkább nővérei gyerekével került közelebbi kapcsolatba, gyerekkorába, illetve napjainkba is. Itt a nagyon szeretett, mint minden kisgyerek, a teknőbe fürdeni az udvaron. Állítólag ezzel a teknővel egyszer még a Bakonyéren is hajókázott, de arról nem készült fénykép. A másik fotón csak azért került ide bele, hogy a légpuska, hogy eláruljam, hogy nagyon szerette a puskákat, ez talán annak köszönhető, hogy az édesapja vadászott, és hát korán megismerkedett a fegyverekkel, de ő maga nem szeretett vele a vadászatba, azt mondta, hogy ő sajnálja az állatokat, úgyhogy csak elkísérte, és rengeteg szép emléke maradt ezekről a közös vadászatokról, ahova nagyon gyakran motorral mentek el, tehát a motorok szeretete is valahonnan az édesapjától öröklődött. Ugyanúgy, mint sok más, hiszen a családi fotóalbum ugyan, de azért el kell, hogy mondjam, az édesapja rendkívül sok oldalú volt, szeretett festeni, a házunkban rengeteg festmény van, ezeknek jó részét az édesapja festette, de ügyesen zenélt, nem tudom én, citerázott, tehát sok olyan dolog, a cipőt tudott készíteni, olyan csinak állítólag még cipőt is készített kiskorában, tehát nagyon, nagyon sok oldalú ember volt, kertészkedett, hobbija volt az építkezés, a más nem egy kerítést épített, vagy egy kis fürdőmedencét a kis Jancsikának, úgyhogy
tényleg sok-sok időt töltöttek együtt, hiszen a gumijavító műhely az udvarukba volt, a Török-Bálint utcán laktak egyébként, úgyhogy nem kellett egy percet sem külön tölteni, amíg kisgyerek volt. Itt már egy picit az ifjú korába pillanthatunk be, általános iskolás korába. Az akkori egyes számú általános iskolába járt, és nagyon sok jó barátot szerzett ott, akikkel végig tartotta a kapcsolatot. Szeretett kerékpározni, rollerezni, roller versenyt nyert egyszer gyereknapon a Kossuth utcán, arról is van egy kép, csak sajnos nagyon életlen, azért nem került vele a válogatásunkba. És szívesen úszott a helyi strandon, bár ezen a jobboldali képen éppen nem úszás közben látható, de mókás beállása az ott szerepel. Tulajdonképpen a sport azóta játszott fontos szerepet az életében, hogy hatodikos korában valamiféle izületi reumás lázat, vagy nem is tudom pontosan mit, ő se tudta megmondani, hogy mit kapott, és fél évig nem járt iskolába, nehezen gyógyult ki belőle, és a gyerekorvos azt javasolt, hogy intenzívebben sportoljon. Na, innentől kezdve aztán a házban minden volt, ami sportszer. Ott az udvarukon látszik, hogy egy gyűrű gyakorlatot végez, de beiratkozott vívni is. Itt ugyan nem a vívóteremben van, hanem a Bakonyér partján egy hídon állnak. Ezt sajnos nem tudom megmondani, hogy melyik filmbéli jelenetet utánozzák. Valamelyik Fellini filmben van egy hasonló jelenet, aki jártasabb ebbe a témába, azt tudja, de itt is látszik, hogy a biciklik is ott vannak, és tehát a sport az nagyon korán, és még élete végéig a sport, a verseny az mindene volt. Itt már a fiatal középiskolai évekbe pillanthatunk bele, portré is készült róla, hiszen ahogy már sokan tudják, meg említettünk, nagyon korán elkezdett fényképezni. Tulajdonképpen az édesanyjának volt egy fényképezőgépe, ő kezdte először a családot megörökíteni, aztán ő is beleszeretett a fotózásba, és de hát erről majd Petra beszél a munka kapcsán, viszont a saját kis fotólaborját, amit a fürdőszobájában rendezett be, azt hiszem az már elárult, hogy korán eljegyezte magát a fotózás világával. Itt a jobboldali képen, illetve a baloldali képen, hát nem tudom hányan ismerik fel, igen, ő a Jancsi, de a másik mellette szintén egy Jancsi, a Decsi Jancsi, aki ugyancsak fentről nézi most a vetítésünket. Nem voltak osztálytársak, de iskolatársak, és nagyon sok közös emlékük, élményük volt. Itt pedig egy középiskolás házi buliba pillanthatunk be. Kérem, itt van a Made in Hungária, vagy a Csacsacsa című filmben, és jöhetett volna a jelenet. Látszik, hogy milyen elegánsak a fiatalok. Nem akarom riporterként leírni a hölgyek elegáns ruháját, hiszen a kép úgy is mutatja az asztalon lévő zserbó és más egyéb, és mindenki ingbe, nyakkendőbe, illetve elegáns ruhában. A másik képen valami közös danonászás van, nem tudom, sajnos nem hangos felvétel. A Jancsi itt ül pulóverrel a nyakában, hogy elég fázós volt, ezt is azért sokan tudják róla, tartalékban mindig volt nála egy pulóver, biztos, ami biztos. És nem tudom kivel, sajnos egy csomó mindenkit elmesélt, hogy ki kicsoda, de nem mindenkit ismerek meg, és sajnos kevés ember volt, akitől meg tudtam volna kérdezni, hogy kik pontosan a képen szereplő személyek. A következő kép a bicikli túrákat eleveníti fel. Ez azt hiszem 8. után készült, sajnos a képek hátulján semmiféle feljegyzés nem volt. Ő eléggé művészlélek volt ahhoz, hogy rendet tartson a cuccai között, meg úgy rendszerezze. Mindig szerette volna, csak sose ért rá. 8. korukban Szkurszkijékhoz indultak kerékpárral a Balatonszepezre. Hát ugye akkor még nem 8-as, még ugye nem volt így, hanem 83-as, vagy nem tudom minek nevezték, még nem volt olyan nagy forgalmú. Egy nap alatt le is értek tulajdonképpen. És itt a jobb oldali képen pedig már
a Balatonszepezden valahol az út szélén, nem tudom, egy fürdés után. Hát ott a Jancsi eléggé behúzza a hasát, hogy minél vékonyabbnak látszol. Szerette ezt pózolni, hogy ő aztán a modell vékonyságú, de ismét itt van Decsi Jancsi a kép legszélén, illetve a kalappal a fején Bakacs Józsit vélem felismerni. Ő bennük biztos vagyok, a többieknek inkább nem mondom nevét, de ha valaki megismeri őket, majd kérem, segítsen ki, és esetleg mondja, hogy kik láthatók még. Aztán már ide is érkeztünk a ballagáshoz. A Tür gimnáziumba járt a Jancsi, szeretett ott tanulni, nem szerette az osztálytársait. Hát természetesen a kor divatjának megfelelően akkor tiszta fiú osztály volt. Hence Béla bácsi volt az osztályfőnöke, akit középen áll. A másik képen, amint közelről itt a kép szélén látható Jancsi, középen a Simon Tóni, aki városunkban biztos, hogy sokan ismerték, hiszen tanárként dolgozott. A Jancsival együtt jártak általános iskolába, középiskolába. Aztán utána egy kicsit elkanyarodtak az útjaik, de később is ápolták a barátságot, sokat találkoztak, beszélgettek mindenféléről, és már ez a kép akkor jelezte, hogy ők azért össze fognak tartozni, és gyerekneveléstől elkezdve mindent meg tudtak beszélni. És ha már ballagásról beszéltünk, akkor nem akartam, hogy kimaradjon a középiskolai tablóképe. Ez jelent meg a tablójukon. Tablójuk sajnos nem maradt fenn olyan jó állapotban, hogy merném kivetíteni, elég homályos, egy nagyon pici kis kép. A Türben sem volt fenn a falon, mert sajnos az idő vasfoga egy kicsit tönkretette, de legalább a tablóképe az megmaradt. És akkor most pillantsunk be egy kicsit, halljuk a hangját is, idézzük fel ezzel, egy riportból egy perces részletet hallgatunk meg, amely a 2008-as városi kitüntetése alkalmából készült. Az ifjúkori álmairól beszél, hiszen most ott tartunk. Elképzelt vágyam volt annak idején, ami miatt én operatőr akartam lenni. A Fellinének volt a filmje, Marcellóval, egy fotóriporter sárca együtt dolgozott, Marcello volt a újságíró, és Anita Egberget kísérgették ott Rómába, a Szövőkutnál, mit tudom én, és az a srác, egy 500-as fiattal dolgozott, kinyitotta a tetőt, és úgy fényképezett ahhoz. Hát én nekem ez volt a vágyam. Hát akkor még azért elérhetetlen volt az 500-as fiát, mit a listán, 20 év múlva nekem is lett egy. Folytatjuk tovább a fiatal felnőtt korával. Tehát a Tür István gimnáziumban leérettségizett, és ahogy abban a korban szokás volt, utána a katonasághoz került. Kovács Zoltán úr, Zoli mondhatom, így már említette, hogy szerette veszélyeket. Hát a honvédségnél is egy meglehetősen veszélyes területet, de számára rettenetesen élvezeteset választott, ejtőernyős lett. Ez a kép, ezt véletlenül tudom, mert rajta van a hátulján, azért is a rossz minőségű, átnyomódott, hogy puszta vacson készült. Hát valami ejtőernyős bevetés, ott egy repülő is van a háttérben, a szakértők biztos többet tudnának mondani róla, mint én, de ezzel felítéztük a katonakorát. A másik kép csak azért került bele a válogatásba körülbelül ebből az időből, mert ez egyik kedvenc biciklije volt rajta, ezt úgy mondta nekem, ezt nagyon szerette. Nem tudom, biztos Csepel volt, vagy valami ilyesmi. A másik a motor, ami szintén előkerült ma már, a Jancsi imádta a cross motorozást.
Én nem annyira, azt meg kell, hogy mondjam, de a kedvéért elmentem vele motocross versenyre, tiszta por lettem, hangos volt, mondtam, hogy lehetne ezt valahogy messzebbről nézni, hogy ne legyek ilyen koszos, meg poros, meg ne halljam, de hát azt mondta, hogy ez, tehát ebbe ez a jó. És a jobboldali képen hárman vannak, ugye annak idején együtt motorozott Vizsi Lajossal, középen van Vizsi Lajos, nagyon jó barátok voltak, és ez nagy szerelem volt az életében. De aztán jött egy még nagyobb én, aki ezt véget vetett ennek, hogy én ezt nem akarok izgulni, érted állandóan. Valóban így volt, hogy amikor más fékezett, ő akkor nyomta legjobban a gázt, és én úgy gondoltam, hogy ez veszélyes. Itt a kupi pályán egy színes kép is készült, de azért ne felejtsük el, hogy az autóversenyzés is nagy szerelme volt, a rallizás. Kovács Józsival, Marton Gyurival, Kádár Mikivel közösen rallisztak, hol sofőrként, hol mitfárerként, de ez is nagy szerelem volt. Elmentem vele, megnéztem a pályán, hogy milyen izgalmas, milyen jó, még tetszett is, talán jobban, mint a motorverseny, de aztán lassan mindegyiktől búcsút vett, mert tényleg nem is volt olcsó egyik sport sem, meg azért belátta, hogy ha már valakihez tartozik, akkor arra a másikra is figyelni kell. Addig azt mondta, hogy ő csak magáért felel. Elesik, meghal. Akkor fiatalon még biztos én is így gondoltam volna a helyébe, de aztán később már nem. És akkor hát tényleg már emlegettem magamat, akkor meg is jelentem, itt már a 30-as éveiben vagyunk, a kordivatjának megfelelő Demir Rózsi frizurával jelentem, én dajeroltam be. Nagyon tetszett neki. Itt van a jobb oldalon az előbb emlegetett Fiat 500-as, aminek ki lehetett nyitni a tetejét és fel lehetett állni, ugye, amit a Fedoni filmben már elhatározott, hogy neki ez aztán kell. Ez egyébként itt van, nem messze ez a helyszín tőlünk, itt a munkás otthonnal szemben. Tulajdonképpen én laktam itt lánykoromban, és itt épp jött hozzánk a Jancsi, és akkor készítettem ezt a kiváló felvételt róla. A másik kép az valahol a Balatonon van, és hát itt középen a ritka képek egyike, mert ugye akkor még nem volt divat a szelfi, tehát annyit nem tudtunk szelfizgetni, de azért elárulom, hogy állványra helyezett képről önkioldóval azért tudtunk készíteni képeket. Hát itt már az esküvőnk két pillanata, és itt ezzel kapcsolatban szeretném elmondani, hogy Balatonfüreden volt 1986. decemberében az esküvőnk, elég hideg volt, de sütött a nap, és szép idő volt, itt a Tagore sétányon állunk, és háttérben a sirályok. Tulajdonképpen már ez az, amit akartam mondani, hogy azt mondta, hogy az ő esküvőjét ő fényképezi le. Na ezzel már így össze is tűztünk, mi az, hogy te fényképen fölugrálsz mellőlem, vagy hogy gondolod? Hát azt mondja, hogy nem, önkioldóval fog fényképezni, állványra tesszük, nyugodjak meg, minden rendben lesz. Hát azért sikerült lebeszélnem, hogy figyelj, kérjünk meg valakit, de nem lehet, nem, ő ezt elhatározta, hogy így lesz. Aztán végül sikerült meggyőznöm, és a Naginak, aki pápa másik illusztris fényképésze volt, a fia, Nagy Péter készítette az esküvői fotónkat. Azt azért még szeretném elmondani, hogy miért éppen Balatonfüredre esett a választás. Jelentem nem volt ott nekünk nyaralunk, meg semmink, csak egészen véletlenül egyszer szerettük Balatonfüredet, és egyszer olyan május hónapban, mert nem volt nagy forgalom, arra emlékszem, ott voltunk a Balatonon, és az egyik ékszerboltba hirtelen felindulásból vettünk két karikagyűrűt, és akkor elhatároztuk, hogy hát akkor, hogyha egyszer lesz esküvünk, ami ugyan azért évekkel később lett, akkor itt fogjuk megrendezni. Úgyhogy azon nyomban fel is húztuk egymás ujjára a gyűrűt, és azt is elmondom, hogy milyen híres eljegyzési ebédet tettünk. Akkor jött divatba a hamburger. Pápán még nem lehetett kapni, de Füreden igen. Úgyhogy két hamburgert bevágtunk, és megünnepeltük a jeles eseményt. Amit még az esküvővel kapcsolatban szeretnék elmondani, hogy sok vicces esemény megtörtént ezen kívül, hogy nem akart fényképezni, nem akart öltönyt fölvenni először, és meg akart győzni, hogy igen, legyünk farmerben, mint John Lennon, meg nem tudom én, de erről is sikerült lebeszélnem.
Én tudom, hogy egy esküvő megszervezése napjainkban milyen sok munkával jár, mennyi előkészületet igényel, mert a választék óriási, ki legyen a fényképész, a zenész, a tortát kikészítse, stb. A Jancsi biztos nagyon boldog lenne, hogy én most elmondanám, hogy a lányunk, aki itt ül mellettünk, hamarosan férhez megy, és most az ő esküvőjét szervezzük májusban. Úgyhogy tudom, hogy sok munkával járna. A miénkkel azért nem volt ilyen sok munka, de hát azért nekünk is kellett szervezni, és egy aranyos esetet hadd mondjak el röviden, hogy azt a Tagore sétányon lévő étteremben volt a lakodalom, azt beszéltük meg a főpincérrel, hogy majd előtte egy olyan 10 nappal lemegyünk, és pontosítjuk, hogy akkor mi is legyen a menő, mit szeretnénk, pontosan hányan vagyunk. És hát ezt meg is beszéltük, hogy iskola után, mert ugye én akkor már tanár voltam, levisz engem meg az anyukámat, mert az anyukám mondta, hogy na majd ő azért felügyeli, hogy itt mi ezt hogy csináljuk, ugye jó anyós módjára, illetve jó anya módjára. És én végeztem az iskába, hogy akkor már 00:30, hogy indulunk, ott volt az, hogy nem tudunk menni. Hogy nem tudunk menni, az anyu szabadságot vett ki, és itt, vagy ilyen nincs, hanem egy hét múlva lesz az esküvő. Nem tudunk menni, nem tudom milyen, valaki jött a pártházba, valaki, akit le kellett fényképezni, ő nem tud eljönni, de megkéri egy nagyon kedves barátját, aki elvisz oda anyuval engem. Nagyon kedves barátja Kovács Józsi, aki itt ül közöttünk. Kovács Józsi vállalta is, hogy elvisz minket, minden flottul ment, hát akkor beszéljük meg a menüt, ott ültünk a főpincér, mit tudom, irodájába, milyen leves legyen, jó, legyen újházi tyúkus leves, igen, az anyukám azt mondta, hogy ne, inkább legyen ez, kész, és akkor valamelyik fogásnál elakadtunk, és akkor mondja a főpincér, hogy de hát miért nem kérdezzük meg a vőlegényt is, hogy ő mit szeretne, és mondja, miért nem, hát nincs itt, miért, ki van? Hát nem a barátunk. De úgy meglepődött, hogy az az elképett tekintette az a mai napig előttem, hogy kivel jön el egy mennyasszony megbeszélni, hát valaki mással. És akkor még továbbra is folytatottak, hogy ha már belekaptam ebbe, a lakodalomban is volt még egy kicsit ilyen pikás részlet, hogy a főpincér megy, eszünk, iszunk, egyszer csak odajön, és a fülembe súg, hogy hölgyem, menjen szíves, jöjjön be az irodámba, mert egy csinos férfi hang keresi telefonon. Mondott, hogy ez egy kikapós menyecske, mással jön el, megint valaki keresi telefonon, és hadáruljon, hogy mindösszesen az unokatestvérem Vértesi Zoltán volt az, aki Kaszópusztán építette cinegrávtárs vadászkastélyát, és nem engedték el a honvédségtől, ezért nem tudott eljönni, de kinyomozta, hogy hol vagyunk, és gratulálni akart. Na, egy kicsit az esküvőnél elidőztem, de a másik, mert a torta az csak haba torta. A családi életről is beszéljünk. Megszületett Petra, itt 6 hetes, és büszkén fogja az édesapja. Hát az eleinte elég kevés közös képük készült, mert inkább csak a Petra állt a középpontba. Jancsi nagyon jó apa volt, nagyon-nagyon figyelt arra, hogy legyen ideje a lányára, együtt játszott, aludt, sétálni vitte, kirándulni, fényképezni mindenhova. A másik képen pedig úgy gondoltam, hogy egy fotó erejéig az én családom is jelenjen meg, anyukám, apukám, illetve nagymamám, tehát a Petra déd nagymamája, ez valami vasárnapi, nem tudom én, anyák napja, vagy valamit köszöntöttünk, mert látom, hogy virág is van az asztalon. A háttérben a falon pedig egy olyan kép, amit a Jancsi készített rólam, sokáig kint volt a fényszögben, a kirakatban, aztán mikor onnan kikerült, akkor anyukámék azt mondták, na majd ők kiteszik a falra. És a családi élet, akkor ne feledkezzünk el Jancsi testvéreiről sem. Két nővére volt Irén, és Meri Mária. Itt a jobb oldali fekete-fehér képen Merivel van, természetesen ez egy régi kiskori kép, csínos fiatal lányként, megint a puska büszkén ott a vállán. A másik képen közben elrepültek az évek, és egy picit idősebben őszhajjal látjuk testvérét, férjét mögötte Jóskát, illetve az ő gyereküket, Lacit, Bodó Lacit, akit köszöntök itt Göreinkbe, itt van, és mennyasszonyát, Kingát. Lacival nagyon közeli kapcsolatba kerültek, Lacit szinte öccseként szerette, nagyon sok közös
témájuk volt, közös érdeklődésük, rengeteg dologról ugyanaz volt a véleményük, úgyhogy nagyon jó családot alkottunk. Itt pedig még egy-két pillanat, egy karácsonyi, hát az szerintem azért már a múlt századból, és az én 50 éves születésnapom, amit Petra és Jancsi együtt szerveztek nekem a pedagógus otthonba, egy igazi meglepetés parti volt, vannak itt sokan, akik ott voltak, emlékeznek rá. A torta az akkori kedvencem, a koktéltorta volt, és valahogy úgy intézték, hogy pont 50 embert hívtak meg, és pont 50 kockából állt a torta. És akkor most átadom a szót Petrának, hiszen a munka őt jobban összekapcsolta az édesapjával. Az otthonunkban található több ezer fényképnek talán azért is van hatalmas jelentősége, mert abban az időben nem készült annyi fénykép, mint most. Nem voltak még mobiltelefonok, meg az emberek is azért, hogyha fényképeztek, jobban spóroltak azért a filmmel. Kevés ember fotózta aput, de hál' Isten azért akadtak fényképek, amiket itt most be tudunk mutatni. Legtöbbször ugye ő állt a fényképezőgép mögött. Az első saját gépe egy pajtás volt, majd FED2-t használt. Mindig is érdekelte az új technika, a berendezések. Először műtermi fényképész volt a pápai fényszögben. Együtt dolgozott Csepi Katival, Bán Pistával, Nagival és Vég Józsival. Nagyon büszke volt tanítványára, Kaiser Otto fotográfusra, aki azóta egy országosan elismert fotóssá vált. Később önálló vállalkozóként fotóriporter és a Megyei Napló, valamint a Helyi Sajtó munkatársa lett. Ezzel egy időben sokat és szívesen dolgozott a helyi önkormányzatnak egy-egy rendezvény megörökítésén, vagy éppen a városképek elkészítésében a különböző évszakokban. Tisztelte és szerette dr. Kovács Zoltánt, akivel sok időt töltött együtt. A kampányfotózások, városi naptár, ballagások, agrárexpo ugyanúgy szerepeltek a közös munkájuk között, mint a játékfesztivál, a baroknap vagy egy adventi vásár. A pápai újság újraindításakor örömmel dolgozott együtt dr. Áldozó Tamással és dr. Hauber Károllyal, akikkel aztán jó kapcsolatot is ápolt. Még szintén kiemelném, hogy nagyon jó kapcsolatot ápolt a Pápa Városi Televízió munkatársaival is, kiemelten a két Mike testvért és Varga Andrást. Nem csak dolgozni szeretett velük együtt, hanem beszélgetni, nosztalgiázni, viccelődni is. Ki kell emelnem, hogy különösen kedvelte Pintér Pap Esztert is, akivel a balesete után nagyon sokat beszélgetett és nosztalgiáztak együtt. Nem volt szinte az életének olyan területe, ahol ne fotózott volna. Esküvőkön, ballagásokon, városi rendezvényeken, futballmeccseken, de örökített meg születéseket, vagy éppen egyéb más megható pillanatokat. Örömmel dolgozott együtt a Városi Könyvtárral, a helytörténészekkel, dr. Herman Istvánnal, dr. Tungli Gyulával, aki a tanára is volt, Huszár János bácsival, aki a szembeszomszédunk volt, és Hászapó Lajos bácsival is, és ő neki számos kiadványát is illusztrálta. Emellett rengeteg híres embert megörökített, akik városunkban megfordultak. Egy híres ló, igen, nem tudjuk, hogy ők itt. Archívumában számos fotó található politikusoktól kezdve színészeken át, híres zenészekig, például az Omega Együttes, Demnél Rózsi, de Habsburg Otto, Usztics Mátyás, Halász Judit, és persze Orbán Viktorról is rengeteg fényképet találtunk. Az Eszterházi kastély újraindításakor örömmel vállalta el, hogy fényfestő mesterként felvételeket készít azon turistákról, akik vállalták, hogy barokk ruhába beöltöznek. Elmondható, hogy csak nem minden pápai család őriz a fotóalbumában egy-egy általa készített felvételt.
imádott fényképezni, és ezt nyugdíjas korában sem hagyta abba, sőt, tudományát átadta nekem is. Egészen óvodás korom óta fényképezek. Hát mivel ugye szinte nem volt olyan szombat, hogy ne jöttek volna esküvők hozzánk a műterembe fényképezkedni, így mindig meglestem föntről az emeletről a fényképezést, hogy hogyan zajlik, hogyan állítja be a mennyasszonyt és a vőlegényt, és akkor elment az esküvő, utána én felmentem a szobámba, elővettem a kis háttereimet, amit tőle kaptam, és akkor beöltöztettem a barbikat mennyasszonynak, vőlegénynek, koszoruslánynak, tanúnak, egész nagy násznépet is alkottunk, és akkor én is lefényképeztem őket. És hát igen, nálunk elmondható, hogy még a cica és a kutya is kicsit fényképészek. Itt a Forcsi macskánk látható, és mellette meg a Nick. Aztán az iskola az érettségi után, hát nem is gondoltam máshogy, mint hogy én is elvégzem a fényképész iskolát, és hát gyakorlati oktatási helyként hova máshova mentem volna, mint édesapámhoz. Mindig együtt jártunk rendezvényekre, és mindig próbáltam meg ellesni, hogy hogyan fényképeznek. Az volt a fő tanítási elve, hogy nem magyaráz, hanem figyeljem, hogy mit csinál, hogyan állítja a fényképezőgépet, hova áll, honnan jön a fény, és itt így együtt jártunk. Aztán később esküvőkre is, és miután már nem tanuló voltam, utána már úgy jártunk együtt dolgozni, hogy mind a ketten fényképeztünk az adott rendezvényről. Jártunk futballmeccsekre, játékfesztiválokra, agrárexpókra, de fotóztunk számos cégnek is. Sokan mesterként szólították, mivel gyakran fordultak hozzá fotós ügyekben szakmai tanácsokért, és szívesen segített bárkinek. Olyan ember volt, akit fiatalok, idősebbek egyaránt elfogadtak, és meg is fogadták a tanácsait. Munkája elismeréseként 2008-ban Pápaváros viszoklevele kitüntetésben részesült, amit hát nagyon meghatottan vett át, és először nem is akarta elhinni, hogy most ő lesz a fényképezőgép másik oldalán, és őt fogják fényképezni, nem pedig fordítva. A jobb oldali képen, ugye az március 15-én volt a kitüntetés átadó, és neki március 16-án van a születésnapja, és itt éppen az önkormányzat is köszönti a születésnapi alkalmából. És akkor most tekintsünk meg a Pápa TV anyagából egy rövid összefoglalót a kitüntetése kapcsán. Mit éreztél akkor, amikor megtudtad, hogy ebben a kitüntetésben fogsz részesülni? Hát kivált a víz, verejték, és szerettem volna elsüllyedni. Azt szerettem, hogy most nyíljon meg alattam a talaj, és azt süllyedjek el, innét eszesz, nem tudtam elviselni hirtelen. Aztán másik gondolatom meg az volt, hogy biztos, hogy kandi kamerás ügy, most jó, nevetnek majd rajtam, amikor elkezdek örülni a dolognak. De abszolút meglepődtem, úgyhogy álmomban se gondoltam volna, hogy ez egy ilyen. Most már nagyon jó. Most már jó, most már örülök neki, főleg azért, mert már túl vagyok. Azokon a kalapföltételem, meg ilyen kiöltözéseken, ami a legborzalmasabb volt nekem, az egész. Most már jó. Nagyon jó. Hát hiszem, meg is van a helye neki. Műterem falán, persze. És hát feltétlenül meg kell említenünk azt is, hogy neve felkerült a Jókaimor Városi Könyvtár helytörténészek előtt tisztelgő emléktáblájára. Ha hátra pillantanak, akkor ott láthatják is a nevét azon a táblán. És most tekintsünk meg az emléktábla avatóról is egy rövid bejátszást. Babos Jancsinak nem a helytörténeti írásai az elsődlegesek, bár nagyon sok olyan helytörténeti írás van, amit ő generált, ő segített azzal, hogy egyáltalán lefényképezte, hanem a fényképei. Tehát a helytörténet nem csak abból áll, hogy írok, mint a gép, és megjelentetem kislapba, nagylapba, könyvbe, hanem abból is áll, hogy abban fotók vannak. Osztják a lapot, nagyon gyakran egy fotó fontosabb emléket hoz, mint az összes szöveg, ami bent van.
És hát a Jancsinak a helytörténeti fotóanyaga az egy kimeríthetetlen kincses bánya, és én úgy gondoltam az első pillanattól, hogy az ő helye az feltétlen itt van. Ennek egyáltalán nem örülünk, mert aki ide fölkerül, vagy fölkerülhet, az sajnos a fönti vadászmezőkről, vagy helytörténeti irodalom birodalmából nézhet le ránk. Én bízom benne, hogy a Jancsi ott van a legjobbak között, és nagyon bízom abban, hogy időnként gondol, sugalmaz nekünk, és nem csak fotóba, amit a családon belül örökségként birtokol, vagy visz tovább a családja, hanem egyáltalán az ő személyisége. A Jancsira én csak úgy tudok gondolni, mint egy vidám, jókedvű helytörténészre, aki nekünk először a ballagási fotóinkat csinálta, és ez nem ment minden humor nélkül annak idején sem. Ez a felvétel, amit most láthatunk, ez a szülőszobán készült, mert ugyanis egy születést is megörökített. Szeretnék mesélni arról, hogy nagyon szerette apu az állatokat, különösen a kutyákat. Itt a baloldali képen kedvenc boxerével, Cassiusszal láthatjuk, de Arthur, Rex és Nick mindig hűtársai voltak. Nagyon szerette őket, és amikor ideje volt, akkor foglalkozott, játszott velük. Emellett nagyon szerette a cicákat is, akit az előbbi felvételen láttunk, a Forest. Neki volt egy testvére, a Gump. Ők voltak a kedvenc cicái. Kisgyermekkoromban gyakran kirándultunk a Balatonra, illetve a Bakonyba. El kellett azt fogadnom, hogy apunak mindig a hétvégéken dolgoznia kellett, mert hát ugye akkor volt a legtöbb esemény, az esküvők, és mindig igyekezett időt szakítani arra, hogy elmenjünk kirándulni, inkább hétközben tudtunk, és nyáron. Szerettünk túrázni, főleg a hegyekben. A kedvence az osztrák Alpok és a Bakony voltak. Ezen a két felvételen Görögországban vagyunk, Platamonaszban. Amikor ott jártunk, megmártózott Zeus kádjában is, és az Olimposz csúcsát is meghódította. Szívesen fényképezett Platamonasz kis utcáin, a görög tengerparton, illetve a görög embereket, és próbálta a görög életstílust is megjeleníteni. Szívesen kipróbálta a görög ételeket, mindig is érdekelte a gasztronómia is. Kedvelt úti célja azonban az ausztriai Dachstein hegycsúcsa volt, ahová többször is visszatértünk. Többször is magával vitte a pápa zászlót, éppen kirándulunk ott valahol a Dachstein közelében. Na itt látható a pápa zászlóval, mert mindig nagyon büszke volt arra, hogy ő pápai, nagyon szeretett itt lakni. Az életében többször is adódott volna lehetőség arra, hogy elmenjen szülővárosából, de sosem hagyta el a pápát, igazi lokálpatrióta volt. A család nagy utazása az 2000-ben történt, amikor az USA-ba látogattunk el. Édesanyám unokatestvérének volt az esküvője Cape Codon. Itt a fehér ház előtt állunk a baloldali képen, a másikon pedig egy világító toronyba mentünk fel, az öt képkadon, és hát azóta lett a világító tornyok szerelmese. Emellett eljutottunk, hát ugye említettem Washingtont, New Yorkot, és itt a New Yorknál szeretném azt elmesélni, hogy a világ egyik legnagyobb fotós áruházába is eljutott apu. Ez egy több emeletes épület volt, és itt próbálta ki először a digitális fényképezőgépet, ami nagyon lenyűgözte, és akkor azt mondta, hogy hát szerintem ilyen Magyarországon sosem lesz. Hát aztán pár év múlva már itt volt a digitális technika. Folytassuk az időskorral. Itt egy, hát hogy mint időskor legyen barnított változatban a kép, de azért nem annyira időskori kép, ez még szerveztek egy nosztalgia kerékpártúrát. Talán emlékszünk arra, hogy Balaton Szepezdre lementek 8-osként, és Bakacs Józsi úgy döntött, hogy ezt a túrát megpróbálja megszervezni, meghívta a volt osztálytársakat, a feleségekkel, gyerekekkel, kinek unokája, kinek milyen volt, és innen a főtérről
indultunk. Hát természetesen mi azért nem bírtuk ki a Balatonpartig, egészen Városlődig jutottunk el, többször megpihentünk, és Városlődtől, mivel a 8-ason nem is lehet biciklizni, kis busszal szállítottuk el, vagy szállították el a kerékpárokat, és úgy jutottunk el a Balatonra, hogy Veszprémbe tartottunk egy pihenőt, Bakacsék házában ettünk, ebédeltünk, és utána valóban lejutottunk a Balatonra, de megint segítettek a kis teherautók. Viszont attól függetlenül Jancsi mindig biciklizett, itt a másik oldalon, azon a színes képen az látható, az Tihanyba sajkodon készült, hogy mi a Petrával itt napoztunk a strandon, ő meg fölült a biciklire, és a Tihanyi félsziget egyik feléről a másik felére hegyen keresztül ment, hát tiszta sérülésekkel, mert minden bozótosba behajtott, de azt mondta, hogy akkora élmény volt, nem csak az, hogy a napon kell feküdni, holott, hát mi sem azt csináltuk, de ő inkább biciklizett, tehát mindig szeretett sportolni, mozogni. Hát itt a baloldali képen is még egy híres kerékpártúrát említenék meg. Az 1956-os forradalom tiszteletére Pápa városa rendezett egy kerékpártúrát az 56-os események megünneplése részeként, és a határtól, az osztrák határtól a Schwetzingeniek, vagy most nem is tudom, igen, a Schwetzingeni polgármester és néhány vállalkozó kedvű biciklistával együtt tették meg az utat. Itt a háttérben Horváth Gyula kerékpárműszerész, aki kerékpárról műszerész hátteret is biztosított a csapatnak, illetve Magvasi Szabi, aki egy 56-os típusú biciklivel és 56-os felszerelésbe és Boros Demizsonnal mindennel vett részt a versenyen. Olyan kerékpár, ami nem volt váltó, semmi olyan, de megtette ugyanúgy a távot. A másik egy kedves kép a konyhánkba készült. Nekem az jutott eszembe, hogy Mézga Géza azt énekelte, egy elég nagy a rakás, de kicsi a lakás. Hát nálunk a lakás méretével nem volt kép, de a súlyomból adódóan úgy látom, elég nagy lett a rakás, de jól éreztük magunkat. A kirándulásokból még két ízelítő, hogy itt hogy így mondjam, az idősebb korában már nem mentünk olyan nagy túrákra, de a Balatonra, Pápa környékére, Bakonyba változatlanul sok-sok kirándulást tettünk, és nagyon élveztük, akár többen is mentünk, szomszédokkal, Mike Gyurival, de volt úgy, hogy kettesbe, hármasba, de mentünk. A következő képeknél már el kell, hogy meséljem azt, hogy 2018-ban egy kicsit megtorpantunk, ugyanis Jancsit egy sajnálatos baleset érte a Pápai Várkert fürdőbe, ahová imádott járni, szaunázni, fürdeni, jacuzzi, stb. Megcsúszott a fürdőbe, a kínai papucsába valahogy, és teljes erejével hanyat vágódott, és súlyos koponya sérülése lett. A győri kórházba ápolták sokáig, talán 3 hétig is az intenzív osztályon volt, minden nap mentünk, hogy nem tudtuk, hogy mi lesz a folytatás, de talán a sportos alkatának köszönhetően le tudta győzni ezt a betegséget, rendbe tudta szedni magát, viszont egy probléma maradt, hogy nem szívódott fel teljesen valami vérömleny a koponyájában, és a beszédközpont sérült, tehát afáziás lett. Tudott beszélni, de nehezen fejezte ki magát, rettenetes gátlásos volt. Ha találkoztunk valakivel, azonnal ott az első mondat, hogy nem beszélek jól. Holott mindenki tudta és örült neki, hiszen hadd mondjam el, hogy nem győztek érdeklődni utána, a jó kívánságaikat kifejezni a barátok, az ismerősök, úgyhogy ez a sok szeretet is biztos segített abban, hogy visszatért, és még 2 évet kaptunk, amit még együtt tudtunk tölteni. A jobboldali képen egy olvasós kép látható, ami nagyon jellegzetes volt rá, ugyanis nem olvasott jól se, tehát a beszéd és az olvasás nem ment neki jól, rengeteg hangos könyvet meghallgatott, de leginkább azt szerette, ha én hazaértem az iskolából, Évikém, ugye olvasod a következő fejezetet. Itt éppen Lee Child-ért rajongott, de mindig megvolt az aktuális, és annak az összes könyvét mindig el kellett olvasni, és közben-közben a Petra is besegített, úgyhogy én néha a könyvnek nem értettem, hogy most miért ezt olvasom, mert az előző 2 fejezetet nem én, de ragaszkodott hozzá, és nagyon szerette
az irodalmat. Előtte rengeteget olvasott magától. Nagyon hálásak vagyunk a szomszédainknak, és nagyon köszönöm, hogy itt is vannak. Én mindenkinek ilyen szomszédokat kívánok, hogy olyan környéken lakjanak, ahol olyan szerető, segítő emberek élnek, mint talán felismerik néhányan itt a képen, a Mike Gyuriék, vagy Molnár Laci és Jutka, vagy Vencer Csaba és Orsi, vagy a Vargáék, illetve Slefték, akik most már ugyan elköltöztek, de a kapcsolatunk az változatlanul megmaradt. Nagyon sok mindenben segítettek, biztattak, támogattak minket, és Jancsinak is rengeteget segítettek abban, mert mint mondtam, nem akart emberek közé menni, tehát mindig a Várkertbe sétáltunk, hogy senkivel ne találkoznunk. Na persze, hogy akkor futott arra a polgármester, és azonnal találkoztunk vele, és beszélgetni kellett, úgyhogy azért nem tudta, de gátlásos volt. Kellett volna egy pszichológus, aki segít neki, de Pápán sajnos senki nem vállalta ezt a feladatot. Ahhoz meg, hogy elutazzunk, úgyhogy dolgoztunk mind a ketten, nem tudtuk megoldani. Egy gyógypedagógust találtunk, akinek szintén nagyon hálásak vagyunk, dr. Vargáné Harmati Irén, aki a beszéd technikáját fejlesztette, de Jancsi pszichológusként tekintett rá, fiatalabb volt nála, de Irénke néninek hívta, és nagyon-nagyon szeretett vele beszélgetni, mindent elmesélt, hogy mi történt a családunkba, és beszélt, észre se vette, de beszélt, úgyhogy hálásan köszönjük neki a segítséget. Itt a családi ünneplés is volt nálunk, ugye itt a Petra éppen 30 éves volt, ugye ezt nem tudtuk kerti parti keretében rendezni, mert Petra januárban született, akkor azért nincs annyira meleg, bár mi már rendeztünk január 1-én is partit, mert jó idő volt, kint az udvaron lencsét főztünk bográcsba, de ebben az időben nem volt olyan jó. A másik képünk pedig a Balatonfüredi házasságkötőterem előtt készült. A Jancsi szerint ez a rablánc, ezt meg kellett mindig fogni, mert ettől fogva az én rabom, de ezt persze természetesen csak viccből mondta, és a Petrának itt mindig le kellett fényképeznie minket, vagy e körül a lánc körül. Hát itt még egy parti kép ide becsúszott, itt ez éppen nálunk volt az udvarba. Másik pedig az egyik közös sétánk alkalmával, ugyanazon a Bakonyér parton, amin egyszer vívott is, azon a hídon, de hát közben már a híd sem úgy néz ki, de nagyon szerettünk itt a Kisligetbe sétálni, olvasni, beszélgetni minden nap, mert egyedül nem nagyon engedtük már el, de igényelte a mozgást. Itt is látható, hogy bárhova kirándultunk, például azt hiszem ez Keszthelyen készült, a jobb oldali kép egy kicsit azért mozgott, otthon a műteremben Molnár András kollégám jó voltából ellipszint trénerezett is, tehát azért az utolsó időkig igyekezett sportolni és mozogni. Hát ez egy vicces kép, ez októberben a rohadt almákat, meg egyeveket taliskával toltuk, mondta, hogy na majd engem is eltolt. Hát mondom, jól van, de hát a kutya gondolt, hogy ő is beszáll a talicskába, úgyhogy engem mindjárt ki is akart lökni onnan, hogy csak ő. A Petra pedig megörökítette ezt a vicces pillanatot. Hát itt is egy sétásképünk, illetve Vizsi Lajos, akivel annak idején együtt motorozott, amit itt viszont nem motoroznak, hanem malmoznak. A Jancsi imádta a malmozást. Hát ki merem mondani, hogy nem biztos, hogy van a teremben olyan, akit ne vert volna meg, nagyon tudta, nagyon nagy értette a csinyát, binyát. A Petrát is sikerült megtanítani, a óriási büszkeség volt számára, amikor egyszer-egyszer meg tudta verni az apját, de lehet, hogy csak engedte, hogy megverje. A vetítésnek a végére értünk. Nagyon szépen köszönjük, hogy ilyen hosszan meghallgattak minket, és visszaadom a szót a Petrának. Igen, hát köszönjük szépen, hogy végighallgatták ezt a gazdag életpályát, és hát szeretnénk önöket megkérni, hogyha valakinek van egy-egy olyan emléke, amit megosztana, akkor azt most megteheti. Nagyon szívesen meghallgatjuk. Én készültem. A Jancsi mindig nagyon jó könyvtári fotós volt. Két alkalommal voltunk érdekes helyen. Az egyik a Fraknói vár volt, ahol két hatalmas, kb. 5 méter hosszú és a másfél-két méter magas várképről kellett fotót csinálni, és egyedül a Jancsi készült fel arra, hogy ekkor tél van, és a Fraknói várban, hát nem fagyott, de nagyon közel volt a 0 fokhoz a hőmérséklet.
akik vele voltunk, azon versenyeztünk, hogy ki foghatja a reflektort. Mert az már volt, a Jancsi az teljes tundra felszerelésben volt. A másik pedig szintén Ausztriához kötődik, Mária Celbe véletlenül megláttam egy fogadalmi kép másolatát, a pápai fogadalmi kép másolatát, a két eszterházi fivér, két tököli nővért vett el, és egy apropóból a török-alori felszabadulás, ez volt a Mária Celi, és pápán pedig a pestistől való megmenekülés. És a Jancsival kimentünk lefotózni, de az a kép fönn volt a nagy templom magasságába, és hát hogy lehet azt lefotózni, mondta Jancsi, hogy minden nem lehet, mert akkor ilyen trapéz alakú lesz. Kértünk egy létrát, adtak egy hatalmas létrát, és a Jancsi nagy bátorsággal, mint ejtőernyős, fölmászott rá, és onnan én remegve fogtam a létrát, mi lesz, hogyha letalál esni, nem esetve lefotózta, és kiváló fénykép készült. Jancsival mindig öröm volt dolgozni, mindig segítőkész volt. A könyvtár nem mindig tudott fizetni, akkor úgyis megcsinálta. Kapott egy tiszteletpéldányt, egy kettőt a könyvből. Köszönöm szépen! Én szeretnék még egy picit megragadni a szót. Szeretnék köszönetet mondani a könyvtárnak is, hogy ezt a lehetőséget megkaptuk. Óriási büszkeséggel töltött el minket, hogy beszélhetünk Jancsiról, és emlékezhetünk, nosztalgiázhatunk róla. Külön köszönjük Ritának a segítségét, aki nagyon sok jó szakmai ötlettel segítette a munkánkat, és önöknek, nektek is köszönjük, hogy eljöttetek, mert nélkületek ez nem lett volna szép és érdekes, és reméljük, hogy mindenki úgy megy el innen, hogy eszébe jut valami régi szép élmény, ezeken kívül, amit mi felidéztünk, ami esetleg csak ővele történt, de most nem hiszem, hogy el akarja mondani, vagy szeretné elmondani. Úgyhogy hálásan köszönünk mindenkinek, és szép hétvégét kívánunk, és szép estét! Köszönjük Évának és Petrának, hogy megosztották az emlékeiket közönséggel velünk, és a felkészülés sem lehetett könnyű, mert ők azért fényképet átválogatni, hogy létrejöhessen ez a vetítés, úgyhogy fogadjátok szeretettel. Köszönjük. És köszönjük szépen a közönség jelenlétét is, hogy itt voltak. Hát bevallom, hogy ilyen sokan még nem voltak ilyen fotóalbumos előadáson, rendezvényen. Ez is azt mutatja, hogy milyen sokan kedvelték és ismerték Babos Jánost. Petráink hoztak magukkal egy-két kiadványt, amit forgassanak át, nézzenek meg. Ezek mind köthetők valamilyen módon Babos János tevékenységéhez. És még szeretném mindenki figyelmébe ajánlani, ha szeretnének még több képet látni Babos Jánostól, akkor keressék fel a könyvtárunk honlapját, és nézzék ki ott a fotótárat, és éljenek el hozzánk máskor is, úgyhogy köszönjük, hogy itt voltak, további szép estét mindenkinek! Thank you.